Üdvözlünk mindenkit, meg visszatértünk a következő mérkőzéssel. FlyQuest Immortals. Az elsőt a FlyQuestnek sikerült megnyernie, azt kell mondjam, hogy magabiztos teljesítménnyel, de itt az idő a revansra. Meglátjuk, hogy az Immortalsnak sikerül-e. Jó magam, Livius vagyok, és velem van szakmai szánysegédem, Edi! Szerbusz, Edi! Szervusz, Livius! Köszöntöm a nézőket! Igen, ellentétben a Twitter szavazásokkal, ugye ahol az Immortalst hozták ki győztesen vagy esélyesnek, a FlyQuest elég magabiztosan el tudta hozni ezt az első mérkőzést. Azt kell mondjam, hogy igen, határozottan pedig átcsúszott a LeBlanc rostán, ugye ami egyértelműen hát 100%-ban részt vesz az LCS-ben, általában a tiltó listán, és hogyha nem ott, akkor a játékban. Viszont úgy tűnik, hogy a FlyQuest-en ez a LeBlanc választás nem válik be, a Zsinórban a második mérkőzés, ahol legalábbis, hogyha a BO3-okat tekintjük, ahol elhozták velük szemben, és veszített az a csapat, aki elhozta. Lehetséges, hogy most hát nem fogják átengedni majd, de leginkább azért, mert ugye a piros oldalra most az Immortals csapata került. Igen, ott ugye eléggé valószínű, hogy tiltásra kerül, viszont egyáltalán nem biztos, hogy ők ezt véletlenül hagyták ki. Teret adva ugye ezzel olyan lehetőségeknek, amikkel aztán ugye élni is tudtak, mondhatnám itt például az Evelynn választást, aminek ugyan egyébként nem sok köze van LeBlanchoz, de mindenképpen egy új, vagy egy ritkán látható dzsungeles. Abból a szempontból lehet köze egyébként LeBlanchoz, hogy a LeBlanc helyett Kha'Zixot tiltottak el, aki az Evelynnel szemben elég magabiztos választás lehetett volna, így viszont nem lett az. Jó, köszönöm, hogy kisegítettél. Nagyon valószínű, amit mondtál. Igen, köszönöm. Jean mindenképpen dominálta ezt a mérkőzést. Nem szabad figyelem kívül hagyni azonban ugye a támogatók szerepét. Azért nem egy ember nyeri meg az ösvényfázist, még akkor sem, hogyha az egy nagyon nagy sebzéssel bíró lövész. Ugye ott volt Mintres, illetve hát már a mérkőzés legelején bekapcsolódott a küzdelmekbe az alsó ösvényen Evelynn. Így van, és Moon lett a mérkőzés MVP egyébként, ami azt gondolom, hogy abszolút megérdemelte, bár azért Altek is nagyon magabiztos teljesítmény nyújtott, határozottan így kell, ki kell jelentsük. Igen. Bocsánat. Jól játszott, határozottam. Jól van? Jól vagy? Élek. Köszönöm szépen, jó. Úgy tűnik, hogy valami a torkomon ragadt, és ez nem akarja elengedni onnan saját magát. Azért sem hagyják, hogy végigmondjam a mondandómat. Viszont nagyon kíváncsi leszek arra, hogy az Immortals csapata most mit fog hozni, hogy mi lesz az a fogáspont, amivel fordíthatnak az eddigi sorozatos bal szerencséjükön, illetve a FlyQuest-et hol lehet megfogni, például egy Camille támogatóval meg lehet, azt már láttuk egyszer, de hogy most mit fognak tenni az Immortalsok, hát nem tudom. Edi, mit gondolsz? Hát a tiltási és választási fázisban megint sok minden eldőlhet. Nagyon fontos lesz az, hogy az Immortals csapata kiket fog megvonni a FlyQuest csapatától. Talán, hogyha egy Evelynn nem is ért tiltást. De azért ott volt a középső ösvényes Corki, vagy egyébként akár a Jean is szerintem erre a sorsa juthat. Hát az előző mérkőzésen kitiltották ugye Varust. Igen. Lehet, hogy helyette most egy Jean fognak, bár meg lennék lepődve, mert Varusszal, hát igen, sokkal többször, tehát hogy nem sokkal többször, de ugye egy picit többször látjuk, mint Jean-t. Alapvetően az egy olyan lövész, ami mindig ott van a játékban, vagy a tiltólistán, vagy pedig tényleg a játékban szerepel. Igen, Varus és Ashe, ugye a leggyakrabban játszott lövészek közé tartoznak, utánuk következik Jean. És ugye láthattuk, hogy igazából azután van egy ilyen nagy üres tér, amiben egyszer-egyszer előfordul Caitlyn, vagy Ezreal, és a tegnapi nap folyamán például többször láthattunk Sivirt, inkább kevesebb sikerrel. Nem véletlen, hogy ezt a három lövész priorizálják gyakorlatilag minden csapat és minden lövész. Így van, közben pedig lassan megérkezünk a tiltási és választási fázisba, a második mérkőzésem. Igen, a FlyQuest kezdte ezt a tiltási és választási sorozatot. Kezdetnek tiltottak egy Ryze-t, mire az Immortals LeBlanc-kal felelt, de ugye már a második sorozaton is túl vagyunk, úgyhogy egy Kha'Zix és egy Rengar is kirepült. Kha'Zix és Rengar is, úgyhogy a páros mind a két felének vége van. Közben pedig ugye a FlyQuest harmadik tiltására várunk, ami ugye még Camille nem érkezett meg a tiltólistán. Viszont hogyha az Immortals nem, Mauk előtt a FlyQuest harmadik tiltása. Az Immortals nem tiltja ki Camille-t, ugye ez egyértelműen az ő oldalukon elvárt tiltás.
akkor a FlyQuest azonnal elhozhatja, ezen viszont jelenleg nem élt az Immortals, és kitiltott a Camille-t a fenébe, ezzel szemben pedig FlyQuest Maokai-t tiltott, és hoznak egy Shen-t. Igen, Shen. Az előző mérkőzésen ugye róla kevesebb szó esett, de Shenről azért az elmúlt napokban vagy hetekben, hát ha nem is ódákat zegtünk, de sokszor ki kellett emelni, hogy mindenképpen talán az egyik legdominánsabb top laner az összes tank közül, vagy legeffektívebb. És hát az előző mérkőzésen is bebizonyította. Erre az Immortals nagyon úgy tűnik, hogy egy dzsungeles választással felel, ami nem más, mint egy Lee Sin. Gondolkodtuk egyébként az Anivian, ahogy láthattuk. Láttuk már, hogy a Froggen kezé között működni ezt az Anivian tegnap, de hát neki ez a kedvenc karaktere, és Dardak lecsapott egy Jace-re. Felülre vagy középre érkezik? Nagy a kérdés. A kérdés jogos, és adott is, hogy ez egy flexibilis választás. Láttuk, vagy látjuk már a FlyQuest felső ösvényesét, úgyhogy én nem lennék meglepődve, hogyha Jace is a felső ösvényre érkezne. De igen, nagyon jól mondod, a lehetőség megvan benne arra is, hogy a középső ösvényre kerüljön. És ha most ugye nem választ középső vagy felső ösvényest az Immortals csapata, akkor benne maradhat az, hogy most akkor mit tiltsunk? Középső vagy felső ösvényest a FlyQuest részéről? És Evelyn még mielőtt egy tiltási zónában veszélyforrássá nőhette volna ki magát az Immortals szempontjából, azonnal lecsapott rá a FlyQuest, az szinte biztos, hogy egy munkezői közé érkezik. Most az előző mérkőzésen nagyon magabiztos volt vele, és lövészt választ az Immortals, így az előző dilemma fennmarad, hogy most akkor felülre jön vagy középre, és mit fog tiltani a FlyQuest? Támogatókat? Nem kizárt? Vagy akár egyébként megtámadhatja a középső ösvényt is ilyen szempontból. Igen, úgy gondolom, hogy az Immortals nem számított arra, hogy FlyQuest még egyszer elhozza Moon számára azt az Evelynt. Érdekesség egyébként megjegyezni, hogy ha jól tudom, akkor az egész mérkőzésen meg sem halt, úgyhogy amit az elején, az első hazamenetelekor vásárolt fekete pecsétet magának, azért azon gyűltek a jelzők. Hát, határozottan gyűltek, az biztos, látszott is a sebzésén, hogy mennyire gyűltek azok a jelzők. Zyra és Malzahar tiltás az Immortalstól, két támogató, szerepkörbe érkező karaktert tiltottak el ugye a Lemonation kezei közül. A másik oldalon pedig a középső ösvényt támadják, Cassiopeia érkezőt az első tiltásból, és a másodikra most várunk, úgy tűnik, hogy biztosak benne, hogy Jace a felső ösvényre fog kerülni, vagy ha nem is biztosak, biztos, hogy nem akarják Cassiopeiát Pobelter kezében látni. Igen, viszont így megadták a lehetőséget a FlyQuestnek arra, hogy gyakorlatilag elhozhassák majdnem, hogy hát még elhozhatják ugyanazt a csapatot, amit ugye az előző mérkőzésen láthattunk. Simán érkezhet megint egy trash választás. Oli, Morgana, így van, nagyon vártam már ezt a választást, kíváncsi vagyok, hogy mit tud most a sötét kisasszonnyal művelni Oli. Eddig abszolút meg volt vele őrülve, zseniális volt, amit művelt. És most egy váruszt kell megvédeni a Fly ezzel szemben. A FlyQuest csapata ezzel szemben marad ugye Karmánál. Nagyon jól bevált az előző mérkőzésen is, és eddig tényleg ugyanaz a csapat. Ha egy Korki jön középre, akkor maradunk az előző felállásnál. De még ugye nem tudják, hogy mi lesz a középső ösvényen az ellenfelük, tehát a Korki választás lehet, hogy egy kicsit bátor lenne. Lehet, hogy bátor lenne, de úgy gondolom, hogy Hai elég magabiztos játékot mutatott be azzal a Korkival. Zed! Hai kezei közé kedvenc kis pengés hőse Zed érkezett. Wow, ez a mérkőzés eddig álmai mérkőzése. Olinál, Morganál, Hai-nál Zed van, zseniális, és alig várom, hogy mit tud ezzel majd művelni. Hi, a mai napon, reméljük, hogy nem sül fel. Várjuk meg az Immortalsnak az ellenválasztását. Nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak a felső ösvényre fog kerülni a Rumble. És Jace mehet középső ösvényre. Így van, Rumble felső ösvény, Jace középen. Hát, lesz kellő tankossága egyébként az Immortals csapatának, mert mind Lee Sin Dardak kezében, mind pedig Rumble, ugye Flame kezei között megfelelő tankossággal rendelkezik, de nagyon kíváncsi leszek, hogy a Stukkerrel hogy tudja majd átjátszani a FlyQuestet, illetve hogy most milyen válasz lesz arra az Evelynre. Lehet, hogy direkt ezért hoztak el egy Morganát Oli kezei közé? Könnyen lehet, és ugye ez a Rumble is egy nagyon kétélű fegyver, ugye láthattuk pont az előző szériában azt, ahol ugyan volt egy Rumble, meg is volt a sebzése, de nem sikerült úgy kihasználni ezt a hőst, mint amennyire szerették volna, és éppen egy Shen ellen játszott? Talán. Hát ezt most nem tudom neked megmondani, hogy mi volt az ellenfel Rumble-nek az előző mérkőzésem. De hogyha Shen ellen játszott,
akkor most ez egy nagyon érdekes mérkőzés lehet, hogy most mi lesz ennek a végeredménye. De mindenképpen úgy azt kell, hogy mondjam, hogy van fantázia mind a két csapat kompozícióban. Varázssebzés ugye van az Immortals csapatának, Rumble és Morgana fogja képviselni ezt a két sebzést. És ha Zed középsősény High kezei között, azt hiszem, hogy döntő lehet rengeteg szempontból. Például egy lövész kikaparása azért elég fontos lesz, és ugye ott van Varus, őt támogatja egy Morgana, meg tudja majd védeni, elég lesz-e Oli-nak a Morganája. Ha Oli-ból indulunk ki, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát az előző mérkőzésen kaptuk az információt, Poppy volt az ellenfél, nem Rumble, vagy nem sem. Igen, Rumble-nek volt Poppy az ellenfele pontosan. Tehát, hogy Zed hogyan tudja majd kiszedni a lövészeket, illetve a lövészt? Hát, hogyha Zedről beszélünk, akkor azt kell mondanom könnyen és egyszerűen, hogy nem olyan nehezen, viszont igen, nem szabad elfelejtenünk Olinak a Morganáját, akinél ugye mind a lekötések, mind a fekete pajzsok nagyon jól ülnek, nem is azért hozta el ezt a hőst, ugye, hogy egyszer sem azért hozta el, mert annyira beleillene a jelenlegi mentába, hanem azért, mert neki ez egy annyira komfortos választás, hogy igenis kárpótolni tudja egyéb hiányosságait. És egyelőre nagyon jól működik a kezében ez a hős, itt az LCS-ben is. Így igaz, legalább úgy, mint most már Moon kezei között Evelyn, vagy High kezei között ugyebár Zed. És ezzel meg is fog kezdődni a mérkőzésünk. A FlyQuest Immortals második mérkőzése itt az amerikai LCS harmadik hetében. És közben az Immortals itt nézelődik a dzsungelben, hogy hol tudnak is fogást találni. Úgy tűnik, hogy Evelynt akarják felfedezni, mégis merre bóklászhat, hol fog kezdeni. Bolz pedig kap egy kis sebzést Pobeltertől, azért a villámfejedelem akarata már fájt neki rendesen. Igen, Evelyn verte. Igen. Evelyn pedig úgy tűnik, hogy az alsó ösvény dzsungelében fog kezdeni. Nem kockáztatja meg azt, hogy esetleg rajta üssön egy Lee Sin, vagy egy Jayce, vagy akár Flame Rumble-je. Vagy mindhárom együtt. Vagy egyik sem. Vagy egyik. Lassan az összes létező lehetőséget mondjuk el, ha már így megkezdted ezt. A középső ösvény tárgyválasztásra térjünk ki egy kicsit. Ugye Zernél nem túl meglepő, hogy hosszú kard és három potival indított. Háj. Ezzel szemben Pobelter is így kezdett. Úgy tűnik, hogy kicsit fél azért attól az ettől. Ott akar maradni az ösvényen, a piszkálódást le akarja. És igen, az Immortals 45 vagy 55%-ban még mindig vezet, de azért jóval kevesebb, mint az előző 68 és 32. Igen, és mi sem mutatja jobban, mint hogy Evelynnek a főleg a korai szakaszára nagyon oda kell figyelni a FlyQuest csapatának, hogy mind a két fontos dzsungel szörnyet egyébként őrszemmel látta el a FlyQuest csapata az Immortals dzsungelében. Ugyan most már a kék erősítésről az lejött, de például a vörös szeder hátnál ez még mindig látszik. Úgyhogy nagyon jól nyomon tudják követni, vagy tudták követni Lee Sin-nek az útvonalát. Ment itt közben a pofoszkodás a középső ösvényen. High és Pobelter kölcsönösen megkóstolták egymás sebzését, és azt gondolom, hogy egyiküknek sem ízlett a másiké. Határozottan megfelelő sebzést osztottak ki. Közben Flame érkezik. Úgy tűnik, hogy itt az Evelyn körbejátszás köré helyeződik a hangsúly. Így van, egy őrszemet is helyezett el, amivel viszont egyelőre nem látta Moont. Ő viszont a kék erősítésnél van, és azt fogja megkezdeni, amivel már valószínűsíthetően látni fogja. Dárdák pedig elhozza a sajátját most. Igen, és ugye Moon a vörös szederát erősítését még nem tudja magáénak. És ahogy látszik, még a kék erősítésre sem tett szert, majd most fogja csak befejezni. Dárdok pedig nagyon úgy tűnik, hogy ki is használja Evelynnek e lemaradását. Haza is kell térni Evelynnek, ugye? Pontosan látta az Immortals csapata az őrszemnek összevető, hogy Evelynnel most mi a helyzet, és számítottak rá, hogy ő haza fog térni. Ezt nagyon jól is játszottak. Dárdak a játék nagyon korai szakaszában, 4. percben egy vörös szeder hátat sikerült magáévá tennie, és vár egy kicsit még Moonra. Hát, ha megérkezik, de Moon még az alsó ösvényen tart, nem Dárdák az, akivel most találkozni fog. Ő viszont a középső ösvényre lép, High lesz a célpont, és meg is érkezik villanás! High-nak fogy az életereje, de kijutott az árnyékkal, megy utána a hanghullám! High, Dárdák, úristen, mennyi úszta meg, mi mennek a minion levelek, meghalt! Első gyilkosság High Z1-jénél, Lemon és érkezik hátulról. Pobelternek is fogy az életereje, már fél életerő alatt High dobja a csillagot, kifárasztás Pobelteren. Előtti Lemonation, megjön közben hátulról, Bolz is, Pobelter is meghal. Kettős gyilkosság High-nál. Igen, nagyon jó volt Dárdak elképzelése, hogy elkapják High Zedjét, viszont Zed remekül reagálta ezt az akciót le.
Itt láthatjuk is a visszajátszásban, ahogy kijön az őrszemre, és hány egyből visszamegy az életre kelt árnyékának köszönhetően, utána el is kell villannia, viszont ugye Lee Sin megevett egy jó adag sebzést a toronyból, pörgött rajta Zed égetése is, és végül egyébként a minionok azok, akik befejezik Lee Sint, így megkapta az első gyilkosságot a FlyQuest középső ösvényese, majd ugye érkezett a felmentősereg Lemonation és Balls szerepében, így a második gyilkosságot is meg tudták szerezni. Fú, 2-0 Zed a játék ezen szakaszában kapásból, azért az nagyon fog fájni az Immortals csapatának, úgy gondolom, hogy mindenképpen egy elég erős kezdésről beszélhetünk Hájnál, és tudjuk, hogy ha Zed megszered, az mit jelent, legalábbis szegény Kodisán Várusának mit fog jelenteni valószínűleg, de azért Pobeltert sem mondanám a biztonságos karakterek közé. Ugye a haláljelével határozottan könnyedén ki tudja majd szedni, és így van, Moon itt is van a közelben, hogy segítse Hájt, bár neki pont nincs erre szüksége, egyelőre úgy gondolom. Szintelőnye is van, farmelőnye ugyan nem rendelkezik, de ez a két gyilkosság bőven eléget ad neki ahhoz, hogy ne is kelljen. Igen, és ugye a kék, illetve a vörös erősítés mind-mind. A Pobelterre érkezik Moon közben, megy tovább a kis háború, Pobelter kijön onnan, villanásra ugyan már nem rendelkezett, de nem is volt rá szüksége. Ezután mehet haza, hát nem mint aki jól végezte dolgát, de mindenképpen ez a sors vár rá. Ugye láthattuk, hogy arany előnyének köszönhetően Hály már be is fejezte a fogazott tört, és még egy cipőre is beruházott. Ezzel azért elég nagy mértékben lecsökkenti a rá érkező genkelések számát, vagy minőségét. Dardokot pedig látja a FlyQuest csapata. Így van, és Moon el is sújtja előle a suhanó sutyarákot, így az rálátás a... Hopp, Hály közben beugrik, és nagyon szép volt a haláljele Pobelternek, hogy az életre kifárasztás Hályon még kijut onnan. A torony nem lövő, még egyszer, Pobelter mennek a minion lövedékek, nem hozza el végül Pobeltert a minion, de... Wow, hát itt most jól körbejátszottak egymást a srácok, de mégis Pobelter volt az, aki majdnem ott hagyta a fogát, pedig torony alatt volt. Igen, Pobelter nagyon jól döntött, amikor néhány perccel ezelőtt, mikor hárman, illetve ketten rajta ütöttek, és ugye Hály végül megölte, hogy a kifárasztását nem használta el, ennek köszönhetően élte most túl Hálynak azt a mérhetetlen sebzését, ami, mint látjuk, már a hetedik percben is jelen van azon a Zeden. Hát 2-0-ban jelen is kell lennie, úgy gondolom. Hány egyébként égetést hozott, ami ugye nem túl megszokott most a középső ösvényesek több, persze ezeknek mit hozza a gyorsítást? Kell az az égetés neki mindenképpen. Ugye, ahogy ki is emeltett, Pobelter kifárasztása most jelenleg az életét jelentette, és azt gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb válasz egy Zedre, hogyha kifárasztást hozol. Ez a kettős kifárasztás kompozíció egyébként is jól beválik mostanság, tehát jobb, mint a kettős teleport, ezt láthattuk az előbb is. Kíváncsian várom, hogy a FlyQuest most ugye két kifárasztás nélkül hogy tudják majd megállítani a sebzést, bár egyelőre nincs ezzel gondjuk. Hát most kifárasztás egyedül. Ugye az Immortals csapatánál Olin érhető el, ám őket jelen pillanatban nem nagyon fenyegeti az a veszély, hogy elkapják. Viszont a Rumble-t láthatjuk, hogy megint kihelyez egy őrszemet az északi dzsungelébe a FlyQuestnek. Próbálják nyomon követni Evelynnek az útvonalát. Egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel. Hopp, halál négy felvonásban az elsőt nagyon szépen védít le. A mantrázott belső láng. És a negyedik lövés. Kit fog találni? Még senkit. Még terrorizálja egy kicsit őket. Oli telébe találta. Fél életerő. De hát ez azért nem volt annyira komoly kezdeményezés. A mantrázott belső láng egyébként szép sebzést adott. Igen, ezzel ugye még mérkőzés jelen szakaszában ilyen állásnál ölni nem fog. Altec szerintem nem is feltétlenül ez volt a célja, viszont nagyon jól tudott zónázni, amíg a minion sávjuk beért az alsó ösvény. Hopp, és kezdeményezés, Hály már megy is bele a haláljelével. Pobelten remekül ütötte le saját magáról, elég sebzést nem tudott kiosztani Hály, de amikor nem oszt ki elég sebzést Pobeltenre Hály, akkor is fél életelőre kerül, és kifárasztást ugye nem kapott most. Nem, és hát egy Zed végső képesség, a haláljele, ez elég hamar újra elérhetővé válhat majd azon a Zeden. Köszönhetően ugye annak, hogy töltési idő csökkentéssel is rendelkezik már. Hát még akkor, amikor ugye majd megvásárolja a Yamumu szellemkardját, mennyivel fog? Így van, ugye Zedeknél alapvető kezdő tárgya Yamumu szellemkardja mostanában, és ezt Hály remekül is választotta ki. Még egyelőre nem vásárolta meg, igaz, még nem is tért haza, bár valószínűleg már van rá elég
aranya, hogy ezt meg tudja vásárolni. A felső ösvényen közben megy a tankok csatája, kísértett Kamzsával kezdett Bolsz, ugye ezzel mindenképpen Flame-nek a sebzését akarja hát lelassítani, hanem is megállítani, és kíváncsi vagyok, hogy most ezzel a Shen-nel befejezik-e a szellemarcot, vagy inkább Tiamatot láthatunk megint. Igen, sokszor láthatjuk azt, hogy Shen elkezdi építeni magán a tankosságát, de nem épít rögtön mondjuk egy kész tárgyat, hanem több kicsibe kezd bele, mint például egy Bami parazsába, egy kísértett kámzsába, vagy például egy Tiamatot megépít. Pobelt erre közben folyamatosan érkeznek a kezdeményezések, mind Hájtól, mind pedig ugye a csapat többi tagja érkezett, viszont egyelőre nem sikerült őt elkapni, legalábbis nem ebben a kezdeményezésben. Közben pedig ugye az istennők könycsepjén folyamatosan gyűlnek a jelzők, Kodisan Várusánál. Hoppá, Oli van bajban, halálgyele érkezik, kifárasztás megint hájon, de Olinak meg kell halnia. Háj kapja a gyilkosságot, 3-0, Stukken nem a legjobb, de zónázása tökéletes. Dárdák megy előre, Bolsznak fogy az életére, de Dárdák bajban, Dárdák még mindig él, egész eddig Háj megint egy gyilkosságot hozott el, közben meghalt hátul Bolsz is. Pobelterre mennek tovább, Moon hozza el a gyilkosságot, Kodisan lehet a célpont, nem lesz a célpont. 3-1-es csere. A FlyQuest győzelmével ért véget ez a csapatharc. Sok mindent áldoztak. 3 darab villanást, egy kifárasztást, egy égetést. De ez 3 gyilkosságért és egy felhősárkányért abszolút megérte. Igen, és hát nagyon érdekes ezt látni, hogy Észak-Amerikában egy olyan mérkőzésen, ahol mondjuk egy győzelemmel az egyik csapat már elhozhatja az egész szériát. Láthatjuk a visszajátszást, ahol ugye High és Lemonation kezdeményez Olira, miközben megjön Flame-nek is a Bolznak, és ugye a hőse, és végső képességével. Majd utána árnyékugrással magára vonja két embernek is a figyelmét. Kodisantól egyébként remekül jön ki a romláslánca, ennek köszönhetően ugye magára marad Shen, és őt be lehet fejezni. Viszont ez, hát... sovány vigasz az Immortál számára, azt kell mondjam. Nagyon megindult az a Zed. És hiába 12. perc, hiába van még ugye, viszonylag vagyunk még a mérkőzés korai szakaszában, hát ő már beindult. És nem tudom, hogy fogják megállítani. Pobelter egyébként milyen balszerencsés volt. Pont kijutott volna a halál négy felvonásának a távolságából, viszont telibe kapta még a negyedik felvonás, és borítékolható volt a halál onnantól kezdve. És közben kezdeményezés, Pobelterre megint érkezik Zed, kifárasztás nem érhető, úristen, viszlát, így van. Erre mondják az edjátékosok, hogy ez mindig nagyon vicces, bemész, lesebzed és ott hagyod, aztán megnézed, ahogy puff, a jel szétrobban rajta. Így az első toronyra kilép a FlyQuest csapata és meg is szerzik. Toronyok állása 1-0, aranykülönbség mennyi? Jelentős, majdnem 4000. Mert ahogy nézem, inkább csak 3000 az a 4000, de talán ezután a Tier 2-es bedöntött torony után már inkább 4000-re tehető, sőt több mint 4000-re. Nagyon érdekes az, hogy hát milyen könnyedén öli most már meg Pobeltert. Az egész gyilkosságért összesen egy toronysebzést szenvedett el. Köszönhetően ugye annak, hogy Pobelternek nem volt kifárasztása, bár valószínűleg túlélni amúgy sem tudta volna, maximum egy kicsit többet sebződik Háj, és a FlyQuest nagyon megbüntette ezt a figyelmetlenséget, hogy így magára hagyták a középsősényest, mert nem egy, hanem rögtön két tornyot hoztak el. Hát, így van, bár az 5-0-es Z-sebzés egy 0-3-as Jace-re úgy még formhátrányban is van, azt gondolom, ráadásul ilyen szintű tárgyelőnnyel Háj már lassan a második tárgyat vásárolja meg, ezzel szemben Pobelternek még egy sincsen kész. Nem gondolom, valószínűleg Zonya homokóráját nem fog venni, amivel ki tudnak kicsit játszani ezt az edet. És ezért volt ez annyira tökéletes választás, ugye Jace-nek valószínűleg nem lesz az elérhető. Dárdák pedig egy kék lopásra ruház be. Ez a Lee Sin választás sem jött be egyelőre annyira az Immortals csapatának. A játékkorai szakaszában Lee Sin-nek terrorizálnia kéne az ösvényeket. Halál négy felvonásban Oli azonnal bele is kellett lépni, mert érkezett a sötét csapda. Hú, viszont nagyon szép a romláslánca, jön Háj, és le is kötözi őt a romláslánccal Kodisan. Háj sok élet előtt bukott emiatt, mert a Morgana W alatta volt, és érezte is hatását. Viszont a kezdeményezés az az alsó ösvénypáros, meg kell, hogy halljon, így is van az a Zed, mit művelt, úristen, kettős gyilkosság azonnal. 7-0-ás Zed Hájnál, azt gondolom, hogy megértem, hogy miért tiltották az előző mérkőzésem. Igen, elképesztő.
az, ahogyan eddig hozza vele ezt a mérkőzést. Éppen arról akartam egyébként beszélni, hogy most már az Immortals csapatának muszáj lesz erőit egyesítve valamit kezdenie ezzel a hájjal, de mire ugye eljuthattam volna, hogy ez odáig, hogy ezt elmondhassam, vagy kimondhassam, addigra megint szerzett két gyilkosságot magának és a csapatának. És ugyan négy emberrel érkeztek az alsó ösvény tornyára, illetve Olira és Kodiszára. Hopp, Oli lehet bajban, nincs bajban. Csak félretörő csökkent, áthetnek ugye nem volt manája ez a csapatharchoz. Viszont teleport érkezik Flame-től a hátukban, na ez most jó lehet. Flame megjött, Lemonation-nel azonnal találkozik, álltak rá az egységben az erő, jönnek fedezni a sorokat, és Lemonation gyönyörűt villan. Ki tud-e jutni onnan? A válasz, gyógyítás megmentette, így van, Lemonation kín van. Pobelternek fogy az életereje, most jött még csak meg háj. Olinak sincsen túl sok, Pobelter a célpont, meghalt közben hátul Altec, viszont ezért odaadták Pobeltert. Flame-nek is fogy az életereje, Flame-nek is vége van. 2-1-es csere, szintén a FlyQuest nyerte meg. Igen, és a visszajátszásnál majd láthatjuk, ahogy egyébként Altecre vagy Moonra, Altecre meg is érkezik rögtön az egységben az erő, és Lemonation az, aki ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy életétől búcsúzik, viszont megkapja a gyógyítást Altectől, illetve Bolz is betalál az árnyék ugrásával, így Flame gyakorlatilag beszorul három ember gyűrűjébe, és igazából innen menekülnie neki esélye már nem volt, és persze, az Immortals elhozott egy gyilkosságot. Hú, nagyon szép volt hájra a végső képesség, így van! A tökéletes KDA-jának itt van vége, legalábbis a mai mérkőzésre. A romlás láncával odakötözték, és onnan már menekülni nem tudott. Hiába volt a haláljele elérhető, abból ki kell jutnia először a romlás láncból, hogy használhassa. Igen, itt most kicsit elszámolta magát, de nem gondolom, hogy egyébként ez a snowball effektus, ami rajta már pörög vagy gurít maga előtt, az ettől egyébként vissza lenne fogva. Három toronnyal vezetni tud a FlyQuest a 17. percben, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a három torony előny mindjárt ebben a pillanatban 4-re nő. 20 másodpercen belül pedig érkezik a mérkőzés második sárkánya, ami egy pokoli sárkány lesz. Azt hiszem, hogy elég jó célpont a FlyQuestnek arra, hogy még inkább erősítsék Hyde, és közel legyenek a mérkőzés végéhez, mert ne legyen kétségünk, ezen a mérkőzésen abszolút a FlyQuest dominál. És gyakorlatilag az történik a pályán, amit szeretnének. Azt hittem, azt fogom mondani, hogy ne legyen kétségünk, a FlyQuest meg fogja nyerni a mérkőzést. Ez eléggé elmarkodott válasz lett volna, hogyha ezt mondod. Viszont nem ezt mondtad szerencsére, hanem hogy dominálnak, ami abszolút így van. És ez látható abból is, hogy most ráfordulnak a pokoli sárkányra, és hogy el fogják azt tüntetni, és egyelőre semmilyen válasz nem érkezik az Immortalstól. Futkároznak össze-vissza, egy-két ösvényen egy-két milliót megölnek, aztán hazamennek. A Immortals azt se tudja, hogy hova kapja a fejét. Egyébként ez teljesen érthető, a 18. percben 7000-es arany hátrány. Hát az óriási. Hat. Igen, talán 6000-es. Ha elhúzódik a mérkőzés, vagy egy kicsit tovább tart, akkor visszaüthet egyébként a FlyQuest-re az, hogy ugye mi... Oké. Hopp, azonnal villannia kell Kodiszánnak, Moonnak a vésőképességgel. Flame-re jön ki a haláljel. Elég lesz a sebzés, a válasz nem! De az égetés igen. Így is van, Flame, porlat el, háj, óvó, pengi alatt. Dardak pedig oldalt vár, hogy valahol, valamilyen úton, módon valakire kezdeményezzen, de Bolz még ugye nincs is itt. Az végső képessége egyelőre nem elérhető, tehát akár lenne lehetőség is. És az energia nyalábsebzése azért fight módon. Igen, és mit lehetne ilyenkor mondani? 4-5-ben vagyunk, meghalt a felső ösvényes. Menjünk el baronra, de hát baronra még nem lehet menni, hiszen még nincs. A 20. percet sem értük el. És a FlyQuest csapata már az inhibitort védőtorony alatt járt. Hát igen. Nem, az Immortalsnak most egy nagyon okosat kéne húznia, és ez szerintem az lenne, hogy az éjkardjával kiegészült Hyde most már meg kéne tudniuk ölni legalább még egyszer, hanem kétszer, hanem háromszor. Hyde meg kell állítani, nem véletlenül. Ugye Flame-nek alapból is jó választás az anya homokúrája. De ha most elérhető lett volna rajta, akkor valószínűleg túl jó. Hoppá, Dardak van kicsit mélyen. Bolz és Moon érkezik, a sújtás végül nem jó, mert Moon kapja meg a kék erősítést. És Dardak viszont kijutott onnan épp időben. Oli fedezte a sorokat, hogy ne legyen semmi probléma. És nem is lett. Nem is lett. A lopás. Hát, nem jött össze. Nem jött össze? Nem volt sikeres? Moonnál van. És közben nagyon szép volt a halálgyele használata Hyde-tól. Viszont kifárasztás van rajta, és semmit nem ért vele.
Az egységben ez erő most viszont kellett ahhoz egyébként, hogy Hály biztosan el tudja ezt hozni. Így meg tudta menteni csapattársát Bolz, viszont Hály azt hiszem, hogy hát, igazából most mit beszéljünk többet a sebzéséről, látszik, hogy mit művel. Igen, és Bolz inkább a biztosra ment, nem akarta megadni a lehetőséget az Immortals csapatának arra, hogy esetleg megöljék Hályt. Ez ugye nem is jött össze. 9-1-es az Ed. Mit lehet ezzel kezdeni? Meg kell ölni. Nem tudok más mondani. Meg kell ölni. Az ékardja miatt ugye le tudja fogni legalább egy képességet, ami például a romlás lánca és a sötét csapda is lehet Morganától. És ha megnézzük, Altek ugyanígy van. Tehát ó, viszont Dardoknak menekülnek el azonnal. Tehát Alteken is ott van ugye az ékardja. Ő sem az ideális célpont. De akkor kitüssünk Moont, hát nem is látjuk. Az Immortalsnak nagyon okosnak kell most lennie, hogy valamit előráncson abból a kalapból. Egyelőre egyértelműen hátrányban vannak. Tehát, van visszaút, Edi, mit gondolsz? Egy jó védekezéssel, egy jó csapatharccal, természetesen ez könnyen előfordulhat, de meg kell vallanunk, igaz, ami igaz, ha a FlyQuest itt nem vét valami nagyon nagy hibát, akkor ezt a mérkőzést könnyen befejezheti. És méghozzá nem is olyan hosszú idő alatt. Bolz nem csak, hogy a kísértett kámzsáját nem fejezte be egyelőre, hanem a Tiamatból már hidrát fejlesztett konkrétan azonnal. Tehát ő is úgy tűnik, hogy egy kicsit az ösvényt akarja takarítani, illetve sebezni szeretne azzal a Shennel, viszont már valószínűleg be fogja egyébként fejezni a kísértett kámzsát, hiszen elérhető rajta mind a két tárgya annak, hogy be tudja ezt fejezni. De egyelőre a tankosság hátrányára mondhatni a hidrát fejezte be első tárgyának, ami ugye egyértelmű azért teszi lehetővé ezt, mert akkora előnyben vannak is dominálnak, Hály pedig nem tisztelve a tornyot, nem tisztelve Isten sem egy Pobelter elé, Pobelternek menekülnie kellett, Hály viszont most kicsit túlvállalta magát talán. Ó, Dárda nagyon szép volt a kijövés, de villannia kellett Hálynak, és közben majdnem megölte Dárdakot, halál, így felvonásban az első talál Dárdakon, a második Pobeltert veszi célpontba, a negyedik lövés, gól. A Dárdak most elmormolhat egy-két imát, hogy túlélte ezt az ütközetet, miközben láthattuk egyébként, hogy Flame a legutóbbi hazamenetelekor megvásárolta a Zonyak homokúráját. Viszont ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy a FlyQuest a mérkőzés 22. percében elkezdi a baron. Háj, nos, megmentette a pajzs, amit Lemonation adott neki, nagyon nagy sebzés kapott Pobelternek a lövéséből, és utána a baronnasról is még megköpte egyszer, Bolz pedig nem engedünk haza, ott élsz haza egy összemen, A sötét csapda megérkezik, és oda kötöz, ahol vagy. Hát most viszont High mormolta el ugyanazt az imát, amit Dardák, és nagyon működőképes egyébként. Úgy tűnik, hogy sikerült ennek az istenségnek megmenteni mind a kettőjük életét. Igen, úgy tűnik, hogy könnyebb helyzetben van egy Lemon Nation-nel a háta mögött, aki ugye karmával játszik, aki pedig az egész csapatának képes pajzsot adni. Ahogy ezt láthattuk is. Aaron Nashor nem szerett a FlyQuest. Még. Igen, talán inkább ezen van a hangsúly. Így van, viszont rendelkeznek két sárkány erősítéssel, egy felhő és egy pokoli sárkánnyal. A játék következő sárkánya pedig a óceán sárkány lesz. Nem a legfontosabb célpont, de azt kell mondjam, hogy hát, ha korán szedik le, akkor az utolsó előtti, de ha sokáig húzzák, akkor talán az utolsó elemi sárkány, ami érkezhet a mérkőzésbe. Mindenképp szüksége lesz rá. Hát talán az Immortalsnak lenne fontosabb ez, de szerintem a FlyQuest nem fogja elengedni az Immortals csapatát a sárkányig. Igen, és ugye sokat beszéltünk HZG-ről, viszont amire lezer a mérkőzésen, annyit még nem. Az egyrészt... Hát, amit most láthatunk, haláljele, Pobelter villan, Hály pedig ott is hagyja, Pobelter viszont visszalép, és próbálja Hályt sebezni, aki viszont elérhető az ékardja, a löv is fél életelőre verte Hályt! Azért Pobelternek is van más sebzése, kérem szépen, de Moon jön befejezni, amit Hály elkezdett. Sikerül-e neki halálni egy felvonást, védi Oli egyelőre Moonnak, mellé vagy a romlás lánca, nem volt túl jó a Varustól. És Pobelter úristen, hát micsoda életerőkön menekülnek itt el a fiúk. Elképesztő, Pobelter mekkorát kapott abból a kivirágzásból, és hogy nem halt bele. Azonnal elgyógyított rá mondjuk Kodisan, hogy túlélje. Igen, de ne felejtsük el azt, hogy Hálynak az életerejének több mint a felétől búcsúzott Pobelter lövése után, viszont neki azért ott van egy karma, ott van Bolz Shennje, szóval hogyha olyan nehéz helyzetben lett volna, nem volt könnyű. Hály nem figyelt! A hazatérés közben Dardák megtalálja, összembe leugrik és lerugom a vesédet, Zed, amit te most velünk művelsz, ezt most meg kellett kapnod.
Hány, mintha már vásárolt volna otthon. Igen, lehet, büntethető pozícióban volt, Dárdak meg is büntette. Szóval egy kicsit visszatérve arra, hogy Zed, igen, most már 9-2-es, viszont Moon 2-0-5-ös statisztikával rendelkezik. Nincs egyébként ettől függetlenül szintelőnyben Dárdak Lissinyéhez képest. Illetve az, hogy a lövészen gyakorlatilag ott van az öt támogatás, de hogy nincs gyilkosság, még ha farm előnyben is van, azért az sokat számíthat. Igen, ez kicsit talán visszaüthet az Immortalsra, hogy minden gyilkosság szinte HN-nál van, hogyha jól Immortalsra, FlyQuestre, ha jól ki tudja őket szedni az Immortals csapatam, legalábbis HN-t, akkor a csapatharc kinézete megfordulhat. Persze ez attól függ, hogy ez ki tudja osztani a sebzést, ami benne van. Ha már elhoz egy Kodiszánt, vagy egy Pobeltert, vagy esetleg mind a kettőt, akkor már nagyjából megölheted, mert a csapat többi része meg fogja oldani szerintem helyette a maradékot. Igen, és Hály ebben a pillanatban eleven szabját vásárolt. Igen, meg kéne ölni azt az edet. Védekezik és támad közben. Igen, éjkardja, eleven szabja. Mi lesz a következő őrangyal? Megteheti, de szerintem sebzésre fog ő menni innentől kezdve, ahogy ugye egyébként eddig is. Szükség is van egyébként erre, hogy ki tudja jönni ugye a lekötözésekből, mert ahogy láthatjuk Kodiszánnak, a végső képessége egyszer eltalálja jól. Hopp, és egységben az erő, Flame találkozik Moon-nal, Flame villan és Tukkel azonnal, és aztán Zonya is, ott is van a romláslánc, a Bolsz a célpont, de még csak fél életerő alatt van. Mennek tovább! Dárdák kapja a halál négy felvonást, a negyediket ki fogja kapni, szintén Dárdák fél életerő ő is, Bolsz is kapja a sebzést, pedig azért ő a tank. És Pobelterben dacára annak, hogy hát nagyjából semmilyen nincs, csak ugye ez a 200 farm, azért akkora sebzés van, hogy ez elismerés, nem éltó. Igen, de egy olyan tank, aki ugyan szellemarccal rendelkezik, viszont az alaptámadásokból való sebzést, azt ugyanúgy megeszi, ő is hiába van több életereje. Hopp, és kezdeményezés, a Fly megy előre, Pobelter a célpont, teljesen érthető, és kicsit be is ragad Moon, nem, álltak fejezébe, Hály megérkezik, Dárdákot választotta a halál jelen áldozatául, és meg is szedi a következő áldozatát. 2-0-ás csere, nincs sújtása az Immortals csapatának, baronnasor lehetőség a FlyQuestnek. Igen, de erre egyértelműen szeretne érkezni az Immortals csapata, vagy legalább valamilyen úton, módon megzavarni ezt a baronnasort. Nem lesznek egyszerű helyzetben, hiszen ugyan például Flame él, viszont Stukkere még neki nincs, úgyhogy marad egy Kodiszán nyilvessző, vagy mondjuk egy Oli lekötés. Ezt csak úgy tudják ellopni, hogyha elrontja a FlyQuest. Tehát, hogyha Moon rosszul sújt, meg lehet Kodiszánnak a nyilvesszővel. Ha nem sújt rosszul, na, töltik a nyilvesszőt, rálátás ugyan nincsen egyelőre elérhető, és ezért hájra lövj el a nyilvesszőt inkább a romláslánca mellé, és ez egy újabb, óriási, fájdalmas pont az Immortalsnak. Baronnasor, három elemi sárkány a FlyQuestnél. Igen, láthatjuk a visszajátszást, ahogy érkezik gyakorlatilag az egész FlyQuest csapata, és Pobelter mindenkitől kap egy kicsi sebzést, Hály már nem is foglalkozott vele, egyből Dárdak volt az, akit a végső képességével választott. Bolsz pedig közben mindenféle, minden sebzést felvett, amit az Immortals ki tudott osztani. Így van, és szegény Pobelter, hát ilyen Olira megy egyelőre, Hály megkapta a halál jelét, viszont nem fog belehalni Oli, csak óriási sebzést kapott, halál négy felvonás, Kodiszánt kivillantatják és kigyógyítatják, és szükség is volt erre, azt gondolom, mert nagyon nagy sebzést kapott. Baronnasor erősítés, Pobelter! Viszlát! Hály újabb gyilkosságot kapott, egységben az erő, így nem tudják eltakarítani őt, viszont a torony most dől el, nagyon nagyot lőtt rá, álltak, úristen! Fél életerő volt az inhibitor? Nem, mert nincs életereje az inhibitornak. Egy inhibitort hozott el a FlyQuest, méghozzá középső ösvényen, és még extra kis jutatásnak Pobelter életét is. Igen, a mérkőzés 28. percében döntött inhibitorig jut a FlyQuest csapata. 9000 az az arany előny, amivel rendelkeznek. Három sárkány, ugye amiről beszéltél, és talán legfájóbb az Immortals szempontjából az, hogy ahogy a mérkőzés elején sem, úgy azóta sem igazán tudnak célpontokat hozni, köszönhetően ugye, hát nagyrészt Hánynak a Hánynak abból a szempontból, hogy gyakorlatilag mindenhol ott van, mindenhol zavart kelt, és nagyon sokszor megölte Pobeltert, úgy, hogy folyamatosan, vagy a mérkőzés nagy részében 4-5 ellen játszatok. És Dárdák a célpont megint, ott volt a halálnyele, és Háj! Ezúttal viszont nem halt meg, kijutott onnan Pobelternek, fogyott az életre, a kettős gyilkosság Moonon,
és villanálták, Dardak még éléppensége, nagyon szép volt a romlás lánca, mennek tovább, High dobja, és Dardak még sikerült túlélni azt a csillagot. Közben pedig az alsó ösvény inhibitort védőtornya ledől, az inhibitorra sem fog más sors várni, öt emberrel van jelen, baronnas erősítés alatt a FlyQuest. Ezzel szemben az Immortalsnak csak három embere van, de van 10 másperc olíg, az első Nexus védőtorony eldől, így van, most! A következő Nexus védőtorony a célpont, de egyelőre a halálnyit felvonás nem talált el senkit, fél életörő alatt, és már annál is kevesebb, a Nexus teljesen egyedül, de a FlyQuest megmeri-e lépni, Balls üti még a Nexus kb. Egyedül, de nem tudják egyelőre kiszedni őt, Flame elhasznált az anyát, és ledölt a Nexus, a FlyQuest 2-0-ás győzelemmel megveri az Immortals csapatát, és elhozták azt a pontot, rettentő magabiztosan, és háj, megint egy Zed, hát Zedgád, úristen. Igen, mondhatnánk egyszerűen, mi volt a mérkőzésen. Hi, Kerry. De az az igazság, hogy... Hát ez tényleg. Igen. Ezt igen. Megszerezte az előnyt, a csapatának köszönhetően az alsó ösvényen kettős gyilkossághoz jutott, és azt az előnyt az egész mérkőzés során csak növelte, nem adta le. Hát igen, volt egy-két túlvállalás egyébként Hájnak, egyébként nézzük azt a mosolyt az arcán, hát, ha mondjuk Ryu csinálta volna, hát kíváncsi lettem volna, hogy ő mit fog mutatni a mosolyából. Most már azért Háj is, ez majdnem orra esik, ahogy láthattuk. Hájtól többször is láttuk azt az igazi hátradőlést, amit ő szokott csinálni, egy ilyen, igen, nyújtózott egyet, feltette a nyakába a kezét, és engedett egy nagy mosolyt nekünk, nézőknek, hogy ő megtette, amit tudott. Azt hiszem, hogy nagyon szép mérkőzést mutatott be, de nem csak ő, a FlyQuest egész csapata jól játszott, és egyébként Moont is nagyon szeretném megdicsérni, mert amit Evelynnel ő most letett az asztalra, az kompenzálta azt, amit már korábban egyszer elrontott. Most Evelynnel magabiztosan játszott, és hát megfelelően tudta támogatni az ösvényeket, úgy gondolom. Igen, mindenképpen ki kell emelnünk, hiszen egy egyáltalán nem szokványos dzsungelválasztás volt, amit ő elhozott, és nagyon magabiztosan kezelte ezt a hőst, nagyon jól tudta kamatoztatni Evelynnek az előnyeit, például azt, hogy láthatatlan és gyakorlatilag a pálya akármelyik részén felbukkanhat, és az Immortals csapata próbált őrszemekkel valamiféle rálátást biztosítani, de a mérkőzés túlnyomó részében nem tudták, hogy ő hol van. Nem, bizony, és hogy hol volt a hátukban, általában. Ahogy ezt Háj is megtette, hány ilyen kezdeményezést láttunk, hogy ment, árnyék, utána végső képesség, és akkor még egy kis sebzés, vissza a végső képességre, és valaki placs, így felrobbant. Legtöbbször egyébként Pobelter volt ennek az áldozata. Szegény Pobelter azzal a Jace-szel szerintem egyik legrosszabb mérkőzését élhette, tehát rémálmok rémálma, de volt már sebzése a végére. Az határozottan volt, csak hogyha veled szemben lévő Zednek még nagyobb a sebzése, mint neked, akkor nem sokra mész vele. És igen, Pobelterre az elmúlt időszakban rájár a rúd. Nem igazán jönnek ki úgy a dolgok, ahogy szerintem ő azt szeretné. És nagyon erős ellenfele is vannak. Igen. Tehát sokszor tényleg a középső ösvényen most Amerikában dominálnak. Vannak olyan nagy középső ösvényen, Ryu, Jensen, Bjergsent is kiemelhetnénk persze egyértelműen, akikkel szemben Pobelternek most valahogy nem sikerült felvenni a ritmus, mintha ez a meta annyira nem feküdne neki. De nem tenném azért őt bűnbaknak, az Immortals csapata egyértelműen ezen a második mérkőzésen meg együtt sem tudott úgy mozogni, hogy kellett volna. Valahogy úgy most nem állt össze a csapat kompozíció. Igen, a FlyQuestnél viszont mondhatnánk ugye megfordítva a dolgot, nekik minden összejött. Nekik minden. Nekik minden. Ezzel ugye már az ötödik győzelmüket könyvelhetik el. Ugye egy vereség hiány utalérték a Cloud9-t. Az Immortals csapata pedig negyedik vereségét kell elraknia magának, és kezdeni valamit ezzel a helyzettel. Mert igen, sok idő van még a bajnokságból, de azért ezzel most már valamit csinálni kell. Sok idő van, de az fogy. Igen. Folyamatosan, ugye hétről hétről egyre kevesebb lehetőség van visszatérni az élmezőnybe az Immortalsnak. Valamit most nagyon meg kell változtatniuk, mert egyelőre ugye el tudták verni az Echo Foxot és a Team Envy-t konkrétan. Ezt a két csapatot sikerült megverniük végül. De valahogy ez most nem akar összeállni az Immortalsnak, de én bízom abban, hogy még találhatnak fogást. Ott, ahol most nem találnak. Egyébként pedig a FlyQuest ezzel fellépett a második helyre, a TSM mellé, hogy a Cloud9 abszolút vezet, még veretlenül. A TSM-et már sikerült legyőzniük. Úgy gondolod, hogy ki fognak kapni? Bármi megtörténhet.
Nagyon kíváncsian várom egyébként, ezt el kell, hogy mondjam, a két Cloud9 összecsapást, ugye igen. A régi Cloud9 és a mostani Cloud9, hogy ott mi fog történni, és amit a High és Jensen fog művelni a középső ösvényen, azt látni akarom. Igen, ennek a párosításnak majd lesz ugye egy nagy vesztese, viszont én úgy gondolom, hogy mi nézők ezzel az összecsapással majd a jövőben csak nyerni fogunk. Jaj, de nagyon szép költői megfogalmazás volt, de abszolút igazad van. Tényleg így, ahogy mondtad. És egyébként Olinak sem sikerült azt a mérhetetlen meg magabiztos Morgane játékot hozni, amit elvártunk tőle. Nem volt rossz, sőt, nem. Talán meg kimerem emelni, hogy talán az Immortalsban az egyik legjobb volt, ha nem a legjobb. De ezen ő sem tudott mit változtatni az Immortalsnak. Elment a mérkőzése ott, hogy az elején megetették kapásról két gyilkossággal. Igen, nagyon lehetősége nem volt kibontakozni ezzel a támogató hőssel. Nem. Úgy nehéz. Főleg, hogy ők kapták egyébként az áldást az alsó ösvényen, sokszor igen, ott igen. voltak. Mondjuk aztán Pobeltet meg semmitjük, hogy ő mennyi áldást kapott, ő már lassan istenségi emelkedhet, ami egy nyit ugye háj rámért szegény nyakára, és hiába volt kifárasztás, annyit ért vele, hogy 2-3 gyilkossággal hát kevesebbet adott oda hájnak. Közben itt láthatunk egy visszajátszást. Igen, itt láthatjuk rögtön az első rajtaütést, amit ugye háj végül nagyon szerencsésen, inkább mondjuk azt, hogy ügyesen túlél, majd ugye dárdakat igazából nem is az égetés az, ami befejezi, hanem a minionokból érkező sebzés. Az a 2-3 kis ütés, ami pont elég ahhoz, hogy elinduljon. És ugye a Flyköst itt nem állt le, egyből érkezett a támogató és a felsősvényes, és adották így a második gyilkosságot is, annak az Ednek. Így van, Lemonation érkezése amúgy nagyon sokat számított, így háj, konkrétan úgy meg tudott szaladni, amit láthattunk, ami történt. Lemonationnek sok köszönhető ezen a mérkőzésen, úgy gondolom. Ugye most itt pedig ezben a csapatharcban azt láthatjuk, hogy Olit kivégzik konkrétan, és ezt is High fogja megkapni, azt hiszem. Így van. Igen, hát nagyon sokáig gyakorlatilag majdnem mindent High kapott. Vagy Moon, de inkább High. És egyébként azt érdemes nagyon megjegyezni. Rögtön hárman érkeztek egy gyilkosságra. Oké, hogy utána odaért az egész csapat. De három ember érkezett megint egy gyilkosságért, azért, hogy bebiztosítsák Zednek az előnyét. Hát azt gondolom, hogy kellően kiveséztük ezt a mérkőzést. High lehozta nekik, illetve a FlyQuest csapata remekül játszott, de azért High-t mindenképpen ki kell emelnünk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok erre a remek két mérkőzésre. Azt gondolom, hogy nem csalódtunk abszolút egyik csapatban sem, ki a kedvencének. A TSM is nyert, tehát a TSM szurkolók sem csalódtak mindenképpen. A következő, amit láthattok majd, ez jövő hét csütörtökön lesz, ugye EULCS, Pierce és Darcik fognak 5 órától érkezni hozzátok, utána pedig a megszokott menetrendben pénteken, szombaton és vasárnap NALCS, ott mi itt leszünk, szinte biztos, illetve pénteken és szombaton még EU-t is láthattok majd kedves kollégáinktól. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, mindenkinek kellemes jó éjszakát és jó Super Bowl nézést! Sziasztok! Jó pihenést mindenkinek, sziasztok! And when you build tankier, you're just harder to kill, but you didn't chunk them all out for the gen.